Üdvözlöm, Kupai Krisztián vagyok a Rénytől, és a kompenzációs terv részeinket bemutató kis filmsorozatból most éppen a Gyémánt Pool vagy Global Diamond Advancement Pool bemutatása van soron. Ha a korábbi filmeket megnézte, akkor látta, hogy van egy olyan exekutív poolunk, amely a világforgalomból ad részesedéseket, hasonlóan ahhoz, a gyémánt és a fölötti szinteknél is megnyílik egy másik pool, egy másik részesedési lehetőség, ezt szeretném most bemutatni az aktuális filmben. A világforgalom 1,5%-a bekerül egy kalapba, és ebből a tortából ön részesedést tud kapni. Korábban bemutattuk, hogy az exekutív poolnál ugye három generáció mélységből tud részesedni ebből a forgalomból. A gyémánt pool esetében ez egy jóval nagyobb rész lesz. Tudni, hogy itt nem a GV3, hanem a GV10 után fog kapni. Mit jelent a GV10? Az ön által kialakított üzleti struktúrába 10 generációban lévő forgalom az adott héten, beleértve az ön saját, illetve a fogyasztóinak is a forgalmát. És hát attól függően, hogy ön gyémánt vagy a fölötti szinten van az adott héten, az aktuális kifizetési hetének megfelelően 50, 55, 60, 70, 75, 80, illetve 90%-ot fog tudni megkapni a GV10-ében lévő forgalom után, mint share, mint részesedés. Az aktuális héten megnézik, hogy a világon ki van gyémánt és a fölötti szinten, az ő GV-jüknek megfelelő részvény ugye mindenkinek úgymond kiállításra kerül, megnézik, hogy összességében ez mennyi, a világforgalom 1,5%-át elosztják ezzel, és kiderül, hogy mekkora a héten az adott Diamond Pool share, egy, és hát felszorozzák majd azzal, amekkora önnek éppen jár. Nézzük gyakorlatban, hogyan néz ez ki. Ha ön mondjuk tripla gyémánt szinten van, akkor 100% jár ugye a GV10 után. Ha 25 ezer pont van ebben a éppen aktuális héten az ön szervezetében, a GV10-ben, akkor egy 15 ezer share fog ebből a gyémánt poolból önnek járni a héten. Ha ön mondjuk Black Rain Diamond szinten van a héten, akkor ez 75%-ot jelent. Ha mondjuk van a GV10-ében 80 ezer pont, akkor ennek a 75%-a az egy 60 ezer share-t fog érni. Érdemes minél magasabb sereken tartani ugye a részesedést. Itt már olyan fajta időablakok nincsenek, itt aktuálisan az adott héten a vezetők, a gyémánt vezetők osztoznak a kifizetési szintjük gyémánt szintű. Nézzük gyakorlatban, hogyan néz ez ki. Hogyha mondjuk az első héten valaki gyémánt szinten van, akkor minősült ugye az 50%-ára. Második hét is, a harmadik héten platinum, akkor nem vesz részt ugye ebbe a bónuszba, és látható, hogy fölfele, ha valaki dupla gyémánton van, akkor 55, hogyha tripla, akkor 60%, mindig az aktuális kifizetési színnek megfelelőt tudja megkapni. No, a cég szeretné tovább növelni a motivációt arra is, hogy az üzleti struktúránkba másoknak is segítsünk létrehozni ilyen gyémánt szervezeteket, érjék ők is el ezeket a szinteket. Tehát, hogyha az ön üzleti struktúrájában, úgy ez egy gyémánt lábba, tehát az ön által kiinduló szervezetben valahol, nem a közvetlen, lehet az is, de nem kötelező, valahol ebbe a üzleti szervezetben van egy gyémánt, aki a héten gyémánt, vagy a fölötti szinten van, akkor ön úgynevezett gyémánt láb bónuszt, vagy pluszt is fog kapnie ebbe a pool sorozatba. Hogyan néz ez ki gyakorlatban? Minden egyes gyémánt láb önnek 1% plusz sert fog hozni. Ha mondjuk ön dupla Black Rain Diamond, és van a GV-be 100 000 pont, akkor ez ugye az adott héten ez egy 80%-os kifizetés. Ha önnek viszont van mondjuk 5 olyan üzleti lába, amelyikben van egy-egy gyémánt, vagy a fölötti szint, akkor ez plusz 5%-ot fog hozni, egy-egy plusz százalékkal számolva a lábakat, ez 85%, így 85 ezer sert fog az adott héten a gyémánt poolba kapni, és összességében ezzel a tevékenységgel akár extra 10%-ig is el tudja juttatni az adott sereket,
Értelemszerűen a 90-hez még 10, akkor már a 100%-ánál fog járni. Úgyhogy érdemes segíteni másoknak is gyémántnak lenni, és nincsen érdekellentét, hanem mindenhol csak növelik ugye az adott motivációt. A cég az adott struktúrában mindig szeretné motiválni a partnereit arra, hogy minél gyorsabban érjenek el magasabb üzleti szinteket. Hogyha valaki a gyémánt és a tripla gyémánt szint között van, akkor az első, tehát az eléréstől számított egy évben megkapja ebbe a poolba 100% kifizetést. A második évben 75, 50, 25, és ugye értelemszerűen az ötödik évtől, tehát a négy kifizetett év után már nem fog részt venni ebbe a poolba. Hogyha valaki a quad gyémánt és a fölötti szinten van, akkor ott az első etap, a 100% az 2 éves, és utána évenként 75, 50 és 25%. Hogyha valaki ugye tripla gyémánt szinten van, ott gyakorlatilag már folyamatosan megtartja, akkor ez nem fog önála érvényesülni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fair módja annak, hogy az aktuálisan forgalmat generálókat jutalmazzuk ebből a poolból. Azért ne felejtsük el, hogy ha valaki mondjuk gyémánt és a fölötti szinteken van, akkor a generációs bónusz egy iszonyat nagy pénz már ezen a szinten. Ez mindig, ez a pool igazából az aktuális növekedést generálóknak a jutalmazásáról szól, de fontos tudni, hogyha szintet lép az adott kereten belül, akkor az mindig újraindítja ezt a 4-5 éves periódust. Úgyhogy bízom benne, hogy egy igen komoly jövedelmet fognak gyémántként és a fölött ezekből a pénzekből is kivenni. Nézzék tovább a filmjeinket, segítsék a partnereinket, és hát köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok!